Electric és a Gyermekhíd Alapítvány közös pályaorientációs élmény napján vagyunk. Itt ezen az egész napon minden fiatal, aki részt vesz, három darab munkakört tud kipróbálni, ami azt jelenti, hogy a G-től különböző munkakörökből jöttek az önkéntesek, HR területről, beszerzés területről, szoftverfejlesztés, IT támogatási területekről. Ezekben a két órás blokkokban ki tudják azokat a feladatokat próbálni, persze az ő nyelvükre lefordítva, de konkrétan aktivitáson keresztül ki tudják próbálni, milyen ezekben a munkakörökben dolgozni, milyen feladatok vannak, milyen problémákat kell megoldani, ami abban a szempontból nagyon fontos és nagyon hasznos, hogy ők is megtapasztalják, milyen skilleket, milyen attitűdöket használnak egy-egy feladathoz, és ennek a tudatosítása nagy segítség lesz majd az ezt feldolgozó egyéni pályaorientációs alkalmakon, hogy megtalálják azt, hogy hol van az ő legjobb helyük a munkaerőpiacon. Ők általában leginkább csak a látott munkaköröket ismerik, ami mondjuk a felszolgáló, vagy akár a fodrász, vagy akár a rendőr, ami a nagy irodákban történik, fogalmuk sincs arról, tehát hogy ez már mindenféleképpen egy nyereség. Tudják használni a készségeiket, attitűdüket, amire az iskolában sajnos nincs lehetőség, pedig a 21. század munkaerőpiacán leginkább ez lesz a meghatározó egyre inkább, hogy milyen készségekkel, attitűdökkel rendelkeznek, és ezekhez passzoló feladatokat csináljanak majd a mindennapjainkban. Remélem, hogy hasznosnak fogják érezni a fiatalok, esetleg később, amikor már tényleg odaérkeznek, hogy pályaválasztás az aktuális lesz, akkor ezek az élmények is segíthetnek. Munkáról beszélni nem mindig, vagy nem minden esetben, sőt lehetős kerülők esetében soha nem egy szerencsés dolog. Tehát, hogy úgy kellett ezt megközelíteni, hogy ne úgy tűnjön, mintha ez egy ilyen munka lenne, ami terheli az embert napi 8 órában. És ez a része volt igazából ilyen izgalomra okot adó, hogy vajon ez sikerül-e velük megugrani. Én azt gondolom, hogy így az első felvonás az nagyon sikeres volt. Helyzetgyakorlatokat is csináltunk, és akkor így egészen pontosan bele tudtak ülni az én székemben, és kipróbálni magukat. Ügyesek voltak nagyon, úgyhogy mosolyogva mentek el, úgyhogy én úgy érzem, hogy tetszett nekik.